Donald Trump volt az igazi nyertese a republikánus elnökjelölt aspiránsok első televíziós vitájának, pedig a volt elnök ott sem volt. Ezt mondják a megfigyelők, akik szerint a Trumphoz hasonló politikát hirdető vállalkozó Vivek Ramaswamy, aki tagadja az éghajlatváltozást, kitűnt a tömegből. Trump közben kilátásba helyezte, hogy feladja magát a hatóságoknak Georgiában, ahol azzal vádolják, hogy zsarolással akarta megváltoztatni a 2020-as elnökválasztás eredményét. 8 republikánus elnökjelölt aspiráns csapott össze a 2024-es elnökválasztási kampány első konzervatív televíziós vitáján Milwaukee-ban. A politikusok a legfontosabbnak azt tartották, hogy bírálják Joe Biden demokrata elnök gazdaságpolitikáját. A volt alelnök a tapasztalataival büszkélkedett. Minden vitán felüláll, hogy én vagyok a legjobban felkészült, leginkább kipróbált, legalkalmasabb és legtöbbet bizonyított konzervatív, jelentette ki Mike Pence. A volt dél-karolinai kormányzó szerint a női politikusok a tettek emberei. Nikki Haley megengedőbb, a konzervatívok hagyományosan szigorú abortusz politikájához képest. Nem egyezhetnénk meg abban, hogy nem kell egy nőt börtönbe zárni vagy kivégezni, ha abortusza volt, vélekedett Haley, akinek a környezetvédelmi politikája is progresszívabb, ami vonzó lehet a fiatalok számára. Vivek Ramaswamy biotechnológiai vállalkozó viszont kijelentette, hogy az éghajlatváltozás átverés, és szerinte többen halnak meg a rossz klímapolitika, mint a klímaváltozás következtében. A floridai kormányzó szigorú bevándorlás politikájával igyekezett kitűnni. Amikor az illegális migránsok átjönnek az Egyesült Államok déli határán, akkor igen, halálos fegyvert vetünk be ellenük, fenntartjuk erre a jogot, jelentette ki Ron DeSantis, aki egy ideig Donald Trump legesélyesebb ellenfelének számított. A volt elnök azonban jelenleg 40% ponttal vezet a republikánus választók körében a többi aspiráns előtt. Trump a vitán éppen ezért nem vett részt. Inkább a Fox News-tól kirúgott Tucker Carlsonnak adott interjút. A volt elnök szerint politikai ellenfelei megpróbálják megölni. Trump kilátásba helyezte, hogy feladja magát a georgiai hatóságoknak. A déli szövetségi államban azzal vádolják, hogy zsarolással próbálta elérni, hogy változtassák meg a 2020-as elnökválasztás eredményét.